szép jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Foodpandás voltos témával tértem vissza, természetesen. Most megyek dolgozni, megyek pandázni, azért nincs rajtam a kabát, mert még nem vagyok műszakban. Majd 11-kor kezdek, most van 10 óra 12 perc, majd 11-kor fogok kezdeni, és 14.45-ig vagyok, majd jövök vissza a zárós műszakra 20.45-re, de mivel ma csütörtök van, és ez speciális órás, ezért fél órával hamarabb már be fogok jelentkezni. Ugye a speciális órát azt már mondtam korábban is, hogy mit jelent, ugye ezt külön nézi még neked a statisztika az óraszámodon kívül, és az jobban beleszámít amúgy a statisztikával. Tehát minél több, minél jobban gyűjtöd ezeket a speciális órákat, annál jobb lesz a statisztikád. Na, fontos témákat hoztam, főleg foodpandás fontos témát, ugyanis kettő olyan dolog történt most, ami hát hibáztam, mondjuk úgy. Elcsesztem kettő dolgot, amikor azt hiszi az ember, hogy már egy éve csinál valamit, és akkor már ő tapasztalt, és már sok probléma nem lehet, hát lesz. Ugyanis kettő olyan dolog történt, amiről én nem tudtam, hogy ezt így kell csinálni. Az egyik a fizetett szünet. Még kb. Egy két héttel ezelőtt történt az eset. Egy ilyen hosszabb műszakot nyomtam, 12 és fél órát nyomtam aznap, de úgy esett, hogy így nekem műszak közben sürgős dolgom akadt. Nem volt úgy időhöz kötve, hogy most mit tudom én délután egyre oda kell érnem valahova. Az a lényeg, hogy egy olyan jó 20 perc, fél óra kellett nekem. És az applikációban ugye van ez a kis fejhallgató, ahol ugye a dispatcherre fel tudod venni a kapcsolatot, és ott van egy olyan, hogy szünet. És én rámentem arra, hogy szünetet kérek. Az elején nem engedte a rendszer, azt mondta, hogy most sok a rendelés, szükségünk van rád. Aztán jött egy olyan eset, hogy engedte nekem ezt a dolgot, és akkor ott ki lehet választani, hogy mennyi szünetet akarsz, 5 perctől fél óráig szól ez az egész. Én rányomtam a fél órára, mert az a biztos, tehát azt tudja, hogy fél óra alatt elintézem. És így kikerültem szünetre. Elintéztem kb. 20 perc alatt, amit el akartam intézni, majd visszanyomtam magam, hogy akkor elérhető vagyok, egyből kaptam is a címeket, és mentem tovább. De valami úgy tudod, amikor úgy van benned egy rossz érzés, hogy itt valami nem stimmel ezzel kapcsolatban. És írtam a dispatchernek, hogy ma ugye kivettem szünetet, ugye akkor ugye az a fizetett ebédszünetem lesz, ugyanis ugye mivel 12 és fél órán volt aznap, ugye jár fél óra fizetett szünet. És erre, és itt jön a tanulság része a dolognak, azt mondta a dispatcher, hogy nem. Ugyanis, és most figyeljetek, ugyanis fizetett szünetet, bár ezt biztos, hogy nagyon sokan tudták, fizetett szünetet csak is kizárólag a dispatcher adhat ki neked. Ilyenkor fizetetlen szünetre kerülsz egyébként, aminek nem tudom, hogy úgy mi értelme van, bár mondjuk akkor, hogyha mondjuk vagy ilyen rövidebb műszakod van, és mondjuk defektet kapsz, vagy ilyesmi, akkor hasznos tud lenni. De én ezt nem tudtam. Ugye ez a fajta felület, a chat felület, ez hát azt mondtam, olyan szeptember óta van. Én korábban, egyszer vettem ki, azt hiszem talán fizetett szünetet, még valamikor júliusban vagy augusztusban. Tehát az a lényeg, hogy én nem tudtam, de persze nyilván ez az én hibám volt, de nem tudtam, hogy ez ilyenkor fizetetlen szünet. Ami azért is probléma, mert ugye ez negatívan befolyásolja a statisztikádat. Ugye van egy elvállalt óra, tehát van, amit ugye elvállaltál óra, és hogyha ilyenkor fizetetlen szünetet kapsz, akkor az azt jelenti, hogy amit elvállaltál, azt nem dolgozol le teljesen. És itt van egy ilyen, tehát ez így arányosítva van, és ilyenkor ez a statisztikádat negatívan befolyásolja. Úgyhogy erre mindenképpen figyeljetek oda, én elkövettem ezt a hibát, nem tudtam róla, tanultam belőle, ez van. A másik, ami történt, felvettem egy Burger King-es rendelést, és elvittem egy utcába. Tök mindegy, hogy melyik utcába, legyen Kovács utca 19. Megérkeztem oda, csöngetek, nem jön ki senki, felhívom az embert, mondja a hölgy, hogy egy perc is ott van. Jó. És eltelik 6 perc, nem jött még ki még senki a kajáért, sív a hölgy, hogy hát én hol vagyok. És mondtam, hogy hol vagyok, azt mondja, hogy basszus, elcsesztem, nem oda akartam rendelni, hanem a munkahelyemre. És hogy át tudnám-e hozni. Hát mondom, hol van ez a munkahely, mert nyilván attól függ az egész. És ugyanígy a zónában volt, 2,5 kilométerrel arrébb. Hát mondom, jó,
át kell vinnem, akkor átviszem. Hát mert ugye zónában van, ha zónában van, akkor át kell, hogy vidd. Átvittem, kaptam érte 400 forint borravalót, és ennyi. Majd egy kollégámmal beszélgettem, meséltem neki a sztorit, és ő mondta, és ezúttal is köszönöm neki, köszi Ricsi, ő mondta azt, hogy ilyenkor jár extra címpénz. Ugyanis nyilván, hogyha most egy 2-3 sarokkal kell arrébb vinni, azért nem fogsz extra címpénzt kapni, de jár extra címpénz ezért. Én akkor az ő tanácsára írtam egybe a diszpécsernek, hogy hát volt egy ilyen sztori, és hogy ezért most akkor jár extra címpénz. És akkor a diszpécser teljesen jogosan visszakérdezett, hogy miért nem akkor szóltál. És akkor mondtam neki, hogy hát elrontottam, mert én tényleg nem tudtam erről. Ez körülbelül egy másfél hónapja jött ki állítólag hírlevélben, hogy jár ilyenkor extra címpénz. Csak ugye szólni kell egyből a diszpécsernek, hogy mi a szint. És én nekem ez valószínűleg elkerült a figyelmemet. És mondtam a diszpécsernek, hogy igen, igen, én csesztem el, ne haragudjon. De ez van, én most tudtam, mondtam neki, hogy az egyik kollégával itt beszélgetünk, és most mondta nekem, hogy ezért jár extra címpénz. Rendes volt velem nagyon, mert mondta, hogy utólag jóvárja, de legközelebb erre figyeljek oda. Úgyhogy ti is figyeljetek oda, hogyha, hát nem tudom egyébként a távolságot, de hogyha ilyen távolabb van, akkor gondolom van ilyen 1 kilométer, vagy lehet, hogy 2 kilométer, vagy ilyesmi, ezt nem tudom, hírlevélbe elvileg kijött, én nem találtam meg azt a hírlevelet továbbra sem, mert ezek egyébként így néha-néha törlődni szoktak nálam, és az a lényeg, hogy ha ilyen van, hogy át kell vinned a zónán belül máshova, de kicsivel távolabb, akkor azért jár egy extra címpénz, úgyhogy erre is figyeljetek oda. Úgyhogy ez a két nagy tanácsom most nektek, és én jegyzetekbe beírtam, hogy miről szeretnék majd még beszélni nektek. Lesznek majd még itt témák, úgyhogy majd innen folytatjuk. Na, közben már át is öltöztem, mert már visszük az első címet. Ugye olyan kérdés jött elő, amiről ugye nem beszéltem, mert úgy gondoltam, hogy nem kell beszélni. Ugye feljött az, hogy hogy oldom meg a vécézést. Én nem hittem volna azt, hogy erről beszélni kell, valószínűleg annyira nem is kell, hogyha már előjött kérdésként. Hát igen, étteremben. Általában a McDonald's-ban szoktam, mert ott fixen nem kér semmilyen kódot a mellékhelyiség. A Burger King-nél se, azt hiszem. De ugye kisebb éttermeknél nem is feltétlenül van olyan mellékhelység, ahol be tudsz venni. Hát elvileg kéne, hogy biztosítsanak a vásárlók miatt, nem mint ugye aki ott fogyaszt, de ez biztos, hogy benne, hogy van olyan hely, ahol például nincsen. Tehát ahol mondjuk csak egy ilyen kis kioszk, mint például a Pesti Pipi, de mondjuk ott a Pesti Pipi az meg az Osamban van, ott meg tudja, hogy van WC. Na mindegy. Erről viszont eszembe jutott az, hogy még a pandémia első hulláma alatt, amikor ugye az éttermek zárva tartottak már, mint úgy zárva, hogy ugye nem lehetett bemenni oda elfogyasztani az ételt, ugye nem fogadhattak úgy vásárlókat, csak maximum ugye elvitelre lehetett kérni, akkor nagyon sok étterem, McDonald's-ok, azok bezárták a WC-t, mert hogy ebből volt így balhé is, mert hogy a futárok voltak azok, akik ugye hát leélték a slozit, mondjuk úgy. És van benne valami, mert hát nyilván, hogyha nem lehet ott fogyasztani, akkor kizárásos alapon ugye vendég csak azért megy be, hogy elvigye onnan a kaját, ő nem fog valószínűleg elmenni WC-re, úgyhogy többségében tényleg a futárok használták, és hát jó, nem biztos, hogy mindenki a legkulturáltabb módon használja a mellékhelyiséget. És ebből volt akkor balhé a futárcsoportban, és azt hiszem valami futárok szövetsége volt az, amelyik ezt végül elintézte. Meg hát gondolom van egy felháborodás miatt is, hogy nem lehet zárva a WC, tehát a futárnak mindenképpen kell, hogy biztosítsanak helyet. Ami jogos, mert most gondolj bele, kint vagy mondjuk 8-10 órát, hát valahol azért meg kell oldanod a budit, és az nem megoldás, hogy amikor kiviszel egy címet, akkor azt mondod az ügyfélnek, hogy hát bocsi, bemehetek WC-re, hát azért az olyan hülyén néz ki, de ilyenről is hallottam, hogy valaki csinált ilyet. Úgyhogy a WC-zést azt így oldom meg. Aztán jött itt komment a műszakokkal
kapcsolatban, amit én megmondom őszintén, az elején egy kicsit ilyen támadásnak véltem. Ez hiba volt, mert amúgy semmi rossz szándék nem volt benne. 12 óra műszak, ugye volt egy ilyen videó, amiben 12 órás műszakot nyomtam. 12 óra műszak, vannak akiknek csak 2,5-3 órás műszak maradt, valakinek annyi sem, egymás el elhapoljátok a lehetőséget. Sok-sok futár, kevés műszak, hajrá pandák. Na most én az, hogy, de ezt leírtam persze, de az, hogy én egyes csoportban vagyok, és jelen pillanatban egyes csoportban vagyok, és megtehetem azt, hogy lefoglalok akár 10-12 órányi műszakot, az nem hiszem, hogy az én hibám. Én ezt tavaly márciusban kezdtem, tehát lassacskán, most már tényleg egy évet csinálom ezt az egészet, és azért az elején nekem is meg kellett szenvednem ahhoz, hogy feljebb kerüljek. És igen, ez egy szarabb időszak most, tehát aki most kezdi el ezt az egészet, neki tényleg nem fog maradni csak mondjuk tényleg ilyen 2,5-3 órás műszakok, vagy lehet, hogy még tényleg annyi se fog maradni. Szóval, ha meg valaki régebb óta, tehát ez az egyik lehetőség, hogy azért nincsen úgy műszakja, mert most kezdte az egészet. A másik lehetőség az, hogy esetleg mellékállásban csinálja, és nem tud annyit jönni, és éppen ezért nem tud feljebb kerülni. Vagy a harmadik az, hogy már főállásban csinálja egy ideje, és valamit elcseszett. No-show, késői bejelentkezések, ilyesmi. Tehát ilyenekkel el lehet ám cseszni a dolgot. És én úgy gondolom, hogy ez tényleg nem az én hibám, meg nem a cég hibája, hogy most ez van. Ha egy kicsit az ő agyukkal gondolkodunk, akkor valahol nyilvánvaló az, hogy kevesebb műszak van kiírva. Hogyha kevés emelő, minek írjon ki többet, mert annak sincsen sok értelme, hogy kiírnak egy rahedli műszakot, persze boldog-boldogtalan akkor tud jönni mindenki, és utána meg csak megy a malmozás, mert nincs annyi cím. Tehát nem hiszem, hogy olyan sok értelme van egy rahedli műszakot kiírni. És akkor erre kaptam válasznak, hogy ez így igaz, ez nem személyes volt, nem neked szólt, úgyhogy mondom, egy kicsit itt félre lett értelmezve a dolog. A mostani helyzetet minősítettem, egyébként jó, amit csinál, sok újnak sokat segítesz vele. Hát köszönöm, igen, valóban nem rózsás a szitu. De ez, én úgy gondolom, hogy ez majd lehet jobb, bár ugye elvileg lassacskán most már a Foodpandánál is behozzák ezt a párhuzamos kiszállítást a McDonald's-okból. Kérdés az, hogy akkor lehet, hogy ugye kevesebb műszak lesz bizonyos zónákba kiírva, és akkor talán még, hát vagy ilyen marad a helyzet akár tavaszra is, vagy akár kicsivel talán rosszabb, de én nem, mondjuk azt nem hiszem, hogy az elején kevesebb műszak lesz kiírva, mert ettől függetlenül ez egy tanuló időszak lesz, és abból le lehet majd szűrni, hogy szükség van-e sok műszakra, vagy több műszakra, vagy nincsen. Tehát nem tudom, én bízok abban, hogy kevesebb műszak nem lesz kiírva. Azzal, hogyha jön a tavasz, remélem, hogy kicsit jobban beindul, és akkor többen fognak rendelni. Bár mondjuk az érdekes, hogy éhes ember mindig lesz. Mert az, hogy a turizmusban a január-február az a halál, az egy dolog. De a kaja rendeléseknél még a januárt meg tudom érteni, esetleg újévi fogadalom, nem rendelek ilyen kaját, nem eszek meg itt, ez az amaz. Rendben van. De februárban is vannak éhes emberek. Tehát éhes ember az van februárban, márciusban, nyáron is mindig. Még mondjuk a nyarat azt annyiban tudom megérteni, hogy sokan elmennek szabadságra, akkor tud főzőcskézni, vagy elmegy nyaralni, akkor nyilván nem rendel. De a februárnak azért már jobbnak kéne lennie talán. De hát én tavaly februárban nem voltam itt, tehát még ezzel kapcsolatban nem volt túl sok tapasztalatom. Még egy nagyon fontos dolog van egyébként, és ez volt a kapcsolatos, hogy a Volt most már, hogy megnyitom itt a hírlevelet, fizet azért is, hogy te megkapsz egy címet, tehát ahol megkaptad a címet, és a étterem közötti távolságért is vesz, vagy fogadni nektek. Itt van egyébként, hogy a távolságdíj, ha mondjuk az étterem 2100, itt van így egy példaként van leírva, az étterem 2501 méterre van tőletek, az plusz 100 forint, a 3500 méter akkor már 300 forint, tehát minden 2,5 kilométer felett 100 forintot fizet 500 méterenként, ami szerintem egyébként teljesen korrekt, és valószínűleg szükség is van erre, mert most gondolj bele, hogyha te állsz a városban, tétezzük fel, hogy akár így a belső budapesti zónában vagy, állsz a városban, kapsz egy címet,
és azt látod, hogy 4 kilométerre van tőled az étterem. Nem fogsz rányomni, mert inkább azt mondod, hogy én nem fogok oda kimenni, inkább várok, hát ha innen a környező éttermekből jön valami. De így viszont rá fogsz nyomni, mert kifizetik neked azt is, tehát kapsz érte, hogyha mondjuk 4 kilométer, ugye akkor mennyit? Sokat. Ha 4 kilométer, akkor 3500 méter, akkor 300, ugye 500 méterenként fizet, akkor 3000-ért ugye 100 forint, 3500-ért 200, igen, mert ugye 3500 akkor ugye 300 forintot, vagy 400 forintot, hogy egy kicsit több, mint 4 kilométer, akkor akár 400 forintot is kaphatsz rá. Úgyhogy szerintem ez egyébként egy korrekt dolog, és ez mindenképpen egy szimpatikus cucc. Itt kaptam egy nagyon hosszú kommentet még így a műszakokra visszatérve, és szerintem nagyjából ez lesz a vége, mert nagyon más téma nincsen. Talán még egy komment van, majd mindjárt utána nézek. Foodpandát nem értem, hogy miért nem ír ki műszakot, ha nagyon sok cím van. Így Csepelen is, mínusz 80 perces címek, nekem is múltkor volt egy ilyen mínusz 50 percesem. Mínusz 80 perces címek voltak több napon keresztül is, meg két napon keresztül beraktam magam elérhetőbe az appon. Igen, ugye van egy ilyen lehetőség, hogyha nincsen műszakod, akkor rá tudsz jönni, hogy elérhető vagy, és akkor elvileg a Volttól, a Foodpandától jelentkeznek, hogy mégis akkor mit szeretnél, vagy hát hogy milyen lehetőség van. Nekem egyszer most így erőjük eszembe olyan volt, hogy a műszakom között, két műszakom között körülbelül 2 óra volt, ugye nem hosszabbították meg ilyesmi, és dolgozni szerettem volna, mert azt láttam úgy, hogy folyamatosan pörögnek a futárok, úgyhogy elérhetővé tettem magam, és a diszpécser rám írt, hogy mi a helyzet, és én mondtam nekik, hogy hát ahogyan látja ő is, lesz majd egy vecsési műszakon, és vecsésen akkor tudok esetleg előbb kezdeni, tehát akár kiírhat egy olyan műszakot is, vagy elé tehet még időt, ugye? Tehát, hogy előrébb hozhatja a kezdő időpontot, és akkor akár tudok dolgozni azonnal. Mondta, hogy most jelen pillanatban van elég futár a zónában. Hát, akartam neki mondani, hogy szerintem azért szükség lenne rám, de mindegy, ő látja. Szóval van egy ilyen lehetőség, hogy elérhetővé tudod tenni magad. Nem tudom, hogy ez egyébként mennyire szoktak ezzel élni a futárok, vagy illetve a cég is. Aztán igen, hogy beraktad magad elérhető, és rá 10 percre már hívtak is a diszpik, ne tessék, hívták a diszpécserek, hogy ekkor tudnál jönni, már hívtak, ja, jó, csak itt összefutottak a sorok. Picit érdekes az egész, plusz még egy fun fact, tegnap 22:15-ig volt kiírva a műszak, és 23:20-kor is még dobálta a címeket. Múltkor egyik kollégával ez volt, azt hiszem én fél hétig lett volna, és 21:45-kor végzett végül. Tehát igen, mert ő is ugye berakta még, hogy akkor tud maradni, és akkor olyan fél órákat szoktak ilyenkor ráhosszabbítani. Ez applikáció egy olyan órán keresztül írtak, hogy már befejezés a státuszon. Én azt vettem észre, hogy ez sokszor nem igazán számít, tehát az, hogy befejezésem vagy. Nekem is volt már, hogy 3-4 órával a műszakon vége előtt írt, hogy befejezés, de volt, hogy 5 perc volt hátra a műszakomból, és még azt írtak, hogy műszakban vagyok. Tehát ez is olyan érdekes dolog náluk. De még dobálta a címeket úgy, hogy ugyanúgy, mintha még műszakban lennék. Ez a része picit felbaszott, egy 8 órás műszak után autós futár. Gondoltam, leírom a kis sztorit. Tehát köszönöm szépen, leírtad ezt a kis sztorit. Vannak ilyen érdekességek, erre nagyon nem lehet mit mondani, hogyha még belefér neked, akkor húzd be, hogy még tudsz maradni. Jaj, és hogyha tényleg szükség van rád, akkor úgyis még ott fog tartani téged a rendszer, mert mondom azért, kevés műszak van kívva, ugyanakkor, hogyha megszaladnak a melóval, akkor szükség van a futárokra. Amúgy ez, hogy kiírni műszakokat, reggel érdemes állítólag figyelni, mert reggel 9 körül még akár a Foodpanda is rak ki, akár aznapra új ilyen általában rövidebb műszakokat. Gondolom, nézik az előző napok statisztikáit, és azt látják, hogy azért voltak csúszások mondjuk az ebédidőn az előző napokban bizonyos zónákban, akkor lehet, hogy még oda kiírnak műszakokat. Ezt a begykát hallottam, egyébként én is már láttam olyat, hogy ilyen 9:30 körül felmentem, nem volt aznap a műszakon, felmentem, és ott volt egy, hát hiszen ilyen 2,5-3 órás vecsés, úgyhogy már nyomtam is rá.
Úgyhogy nagyjából ennyi, aztán várja, még volt, ja igen, még volt egy, bocsánat, mennyire jellemző, hogy az emberek kápival fizetik ki a rendelést a Foodpandánál, hú, erre más is válaszolt, TK válaszolt, KFC-n meg egy pizzériánál lett többi mindelőre kifizetett. Igen, a Pizza Hutnál és a KFC-nél van ilyenre lehetőség. Most, hogy ez mennyire jellemző, egyébként annyira szerintem nem, de én nem nagyon szeretnék olyan zónába menni, ahol ilyen lehetőség van, mert nekem valójában ez a kápézás, mert azt mondtam is egyszer így nektek videóban, én arról hallottam így ilyen legykákat, hogy abból azért szokott probléma lenni, ez a nem akarja kifizetni, meg most gondolj bele, hogyha te kimész és nem veszi át, mert nem elérhető az ember, akkor te azért is kapsz egyébként plusz címpénzt, de még viheted vissza az étterembe a kaját, hogy visszakapd a pénzedet, mert ilyenkor ugye úgy van, hogy neked kell kifizetned az étteremben a lóvét, amit majd te ugye behajtasz a vásárlótól. De hogyha nem veszi át, mert mondjuk nincsen otthon, nem éred el, vagy valami ilyesmi probléma van, akkor viheted vissza az étterembe. Az idő. Oké, hogy megkapsz rá plusz egy címpénzt, de akkor is most ezzel cseszekedni? Nem. Ahhoz valahogyan úgy nekem például nem sok kedvem lenne. Úgyhogy szerintem ennyi fért akkor ebbe a mai videóba. Én jó munkát kívánok és jó útért kívánok minden egyes kollégának. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!